És egy igazi karmester szakálypillanatban. Köszönöm szépen, hogy látjátok, igyekeztem hozzátenni mindent, ami a tudásom legjava. Ugye nyilatkoztam is, hogy azért csapatkaptánynak egészen más feladat, ugye, aki nem születik egy csapatkaptán, hanem egy folyamattal más része, sok segítséget kaptam az a csapatmásoktól, szabadultól, tehát olyan, hogy most már azt mondhatom, hogy sikerült jó csapatot tenni lám, hogy azt is bizonyítja, hogy remekül együtt tud dolgozni a csapatban, és nagyon szeretném nekik köszönni az egész éves munkát, a szakmai stábnak, a tényleg a szurkolóknak, a városnak. Hát hatalmas élmény ez nekem is az egész csapatnak, de mondom, tehát ez egy nagybetűs csapat, ez mindenki diadalom. A meccs előtt beszéltünk arról, hogy egy ilyen mérkőzés hazai pályán egy kicsit bunker focit játszol, amivel nehéz, nem izgultatok esetleg mondjuk az első 10-15 perc után még nem állított. Igen, elég nehezen tudjuk feltörni ezeket a csapatokat, tehát ugye azért jönnek ide, hogy nagyjából elrontsák a játékokat. Érdekes volt számomra, hogy némúlán is az egyszerű visszaparancsolja a saját 30-es utakon a 10 embert, hogy ki nem lehet támadni, de hát mindegy, az ő dolguk. Én úgy gondolom, hogy türelmesen járhatjuk a labdát, próbáltuk a saját játékokat játszani, rövid, hosszas, kombinatív játékot, és hál' Istennek ebből volt a párosok, és megérdemeltek a játékot. Én úgy gondolom, hogy az egész évben jellemző volt ez a higgadt magabiztos játék. Olyan egyéniségek nőtték ki magukat a csapatok belül, mint egy portokos, egy Bódi Edén, Mászlóján, tényleg az emlékezően hallgatottak, és volt egy útonos tengely ott középen, tehát akár a Simákot Máté Petit Mészáros Tarjút mondom, és volt is lenni Lárte és Tényújtok, de hát az elmúlt az egész csapatra. Józsika is váromotó szinten játszott egész évben, szerint nagyszerű focista, és hát mi is megpróbáltunk ott a támadásban éleskedni, úgyhogy én gondolom, hogy megjelenhet ezt a sikert. Picit előre szaladva, mire lehet képes ez a csapat a sokra, hogy sikerül együtt tartani a brigádot, már pedig ez a cél. Esetleg még egy erősítést eszközölő, de mondom, hogy hasonló bravúrt végén lehet képviselni, ami sikerült ugye a BSO-távlára, vagy az Európai Esőtávlára, mert ez nem a cél. Köszönöm.